Felmegyünk az épületbe. Ja, amit te mondasz, jó? Megy? Nagyon örvendek, néhány napja láthatták, igaz, hogy a feleségem és a lányaim nagyon megszittak, hogy elég furcsán táncoltam, azt mondták. Tehát most ezt most szépítve egy kicsit a dolgot, de meg kell tanuljam a Köllők táncát, láthattak együtt Köllő Miklóssal, és tényleg Miki nem csak... Tehát az élet minden területén, ami a nép, a hagyomány, az érték és a táj harmóniája, ott nagyon-nagyon szép dolgokat alkot, és ezt én vallom már tizenvalamennyi éve. Megint egyet alkottál, és hihetetlen az, hogy egy falusi, vidéki tájba egy nagyon kemény komplexumot ide be tudtad építeni a magyar kormány támogatásával, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia. Mi a logika, hogyha néhány dolgot elmondanál nekünk, illetve szeretnénk azt, arra szeretnénk ezt a videót kihasználni, hogy fejlődjük a figyelmet arra, hogy lehet szépet is építeni, tájba illőt is építeni. És még amit nem mondtam el neked, Miki, és nagyon számítok rád, hogy két hete jelentéstevő lettem, hogy a kultúrtáj ügyét európai szinten tudjuk egy kicsit úgymond fennebb emelni, de azon majd később beszélgetünk. Légyszeres, mondd el itt Karcfalván a Székelyföldi Jégkorong Akadémiának a Menszán alapítványt, a megrendelő. Mire gondoltál, amikor megkaptad a megrendelést, illetve mi volt a házi feladat? Hát pályázaton nyertük el, és ezúton köszönöm a kollégáimnak, mert nagyon jó együtt lehet gondolkodni, ötletelni. A kihívás az, hogy ebben a 300 éves kultúrtájban, ami nagyon nagy biodiverzitással rendelkezik és tükrözi a középkori székely katonai demokráciát, hogy lehet elhelyezni a nagy épületeket, mert a fejlődés szükséges. Bizonyos épületek nagyok, tehát nincs amit tenni. És itt ugye a karcfalvi műemléktemplom tövében vagyunk, egy értékes faluképben. Ezt találtuk ki, hogy az utcától az épületet bennebb húztuk, így az utca kereszt metszetében nagyjából arányos tud lenni az eltávolodás miatt. Aki a tájba jár körbe, az azt látja, hogy egy széttöredezett épület van, tehát tömegekre van bontva az épület, illetve azt is látja, hogy a táj átlátszik rajta, tehát ha én most átnézek, akkor látom, a falu látom, a faluképet látom, tehát igazából az épület nincs is, mert átlátok rajta, milyen épület, amin átlátok. Onnantól kezdve a már meglévő metodológiai központnak a színvilága próbál valahogy további illeszkedéssel jobban feldarabolva az épületet, mind az, hogy aprábbnak tűnjön. De az épület nem csak a településképhez, nem csak az utcaképhez illeszkedik, hanem a székely hagyományokhoz is, olyan értelemben, hogy sok fa van, védett pozícióban, illetve köztestér van, tehát ez a kis apró tornác, ami itt végigfut. Uh-huh. Igazából az épület lépékét nagyon kicsivé teszi. A bejövő szempontjából nem látja, hogy a kisebb tömeg, a nagyobb tömeget eltakarva, a még nagyobb tömeget eltakarva, igazából nem fogja fel, hogy mekkora épület, ami megvalósult. Az épület egyrészt be van sülyeztve a földbe, hogy ne egy három emeletes tömbházzal találkozzon, az ember is tetőtere van. Ez ki van használva majd a tájépítészeti részével, ami még sajnos nem épült meg. Szerintem amit érdemes megnézni, az bemenni a holba, és megnézni a fenti tárgyalótermeket, illetve a lenti ebédlőt. Persze meg lehet nézni a szobákat. Ugye a tervezőnek a munkája mindig kompromisszumok, mert van a megrendelő és van a tervező. De és hogy látod, mennyi kompromisszumot kell kössék? Hol menjünk? Itt menjünk fel. Tehát az az igazság, hogy ez egy nagyon rugalmas... tehát mi nem egy formát tettünk le ide, hanem egy koncepciót tettünk le, ami nagyon rugalmas volt, és pont emiatt, hogy ezt mindig a tájhoz viszonyítottuk, emiatt nem kellett... Például ilyeneken nagyon olyan, hogy csorgul a forma, mert nem ragaszkodtunk a formához. Tehát amit itt látsz, gyakorlatilag ez a konferencia terem, ezeken a kis ablakokon szépen bejön a mögötte levő világ, a csűröknek a világa, ha közel jövök hozzá. Nagyon szép a fény rajta. Ha kinézek az ablakon, akkor itt a karcfalvi templomot látok azon az ablakon, de... És ugye, tehát a te célod az volt, hogy a... De ha itt nézel ki, bocsáss meg, ha itt nézel ki, még maradjunk, Miki, akkor az ott tükröző felületben is a karcfalvi templomot látod. Maradjunk még a templomnál egy kicsit. Tehát a te hitvallásod az, hogy a kultúrtáj és a meghatározott elemek köré kell építkezni. Tehát hát ez a templom itt, ugye? Vagy? Tehát a kultúrtájnak megvannak a szintjei, hogy... Csak ott
hogy veszed tiszteled, mit tisztelsz, és az egyik nálunk a templomok, akarva akaratlanul, főleg Csík környékén. És mondta, itt amit mondta az udvarnál, és azt még egyszer mutassuk meg. Hát az udvarnál az van, hogy ha beletekintesz ebbe a szembe levő üvegfalba, akkor tükröződik a mögötted levő. Igen, egy az egyben. Na, az a vendégszám, és ez az udvar, amelyik igazából itt az intézmény udvara. Tehát itt, amikor az igazgató leáll, és elkezd hogy beszélgetni, egy... akkor ez a háttere van, az kintről meg kell nézni. Az... Hát amfiteátrum jelleggel ott az igen, szépen igen, kell szépíteni. Igen, itt lesz egy kis, hát van egy kis terasz, ami szintén fa, tehát ez most már hozzátartozik a védjegyünkhez. Szintén rá lehet látni a templomra, a ravatalozóra. Ez egy kis tárgyaló rész. És itt is a fa. Tehát igen, itt mindig visszajön az, hogy tehát meg kell szoktatni a fiatalokat, hogy fa, és ez jó, és az... mert ez igazából egy helyi mesterembernek a munkája. Az itteni erdőgazdaságot segíti, az itteni mesterembert támogatja, és ezt fogjuk látni viszont köszönni egyen lennebb az ebédlőben gyakorlatilag, ha lemegyünk. És például itt van az a nyitott tér. Igen. És mit tudunk azoknak majd azt mondani, hogy jó, hát két év múlva ez tönkre megy. Nem igaz, ugye? Ez nem igaz. Itt ehhez kell kicsit beszélgetni a fáról, hogy azt hogy kell beépíteni, uh-huh. És itt igazából még azt is meg tudtuk engedni, hogy ez egy termofa legyen, tehát ez egy hőkezelt fa, uh-huh. Amelyik eláll. Tehát a hagyományos szemléletünk és a mesterségbeli tudásunk, a hagyományos lépi tudás, az tudja, hogy hogy kell beépíteni a fát, hogy tartson többet. Csak uh-huh. Mi nem akarjuk használni, mert az munkásabb. De fontos, hogy továbbra is fontos az, hogy kitartsunk amellett, hogy még hogyha gondozni is kell, akkor is a fát kell választani, mert nagy részét nem kell eldobni, és használható a helyi gazdaságot támogatom, és ez a miénk. Tehát ha székely vagy, akkor muszáj a fából építkezni, tehát hozzátartozik. Akkor itt a mennyezet minden. Abszolút, és ez a megoldás diszkréten a lámpatesteket is igazából eltakarja, tehát nappal nem tudok be semmit. Tehát ez a tér most is jó, de nappal legalább ennyire izgalmas. És láttam, hogy ilyen nagy ablakokat használtál még. Tehát tényleg itt a tájat. Innen hiányzik egy fa, ami beültetve, tehát ennyire közel, azt a kultúrtájat, amiről beszélgetek, akkor az emlőből kimenet közel hozzam az emberekhez, hogy itt van. Tehát vannak még apró, elvallatlan dolgok, de az ember ilyenkor nem arról beszél, hogy mit nem sikerült még befejezni, hanem az ember örvend annak, hogy van Székelyföldnek egy ilyen létesítménye, amely képes volt lebonyolítani az egyetemista világbajnokságot. És tehát ez is egy jó dolog, hogy itt Székelyföldön megtörtént. Egy ideje azt mondtam, hogy rosszakról nem beszélek, csak jó. Köszönöm szépen, Miklós. Külön Miklóssal beszélgettünk, aki kultúrtájnak a egyik legnagyobb híve, és egy olyan épületet tudtunk bemutatni, amely hál' Istennek a magyar állam támogatásának tényleg tájba indik, és tényleg erősíti a térséget. Miklós, neked további eredményes munkát kívánok, és majd meg kell beszélni privátban, hogy a táncot hogy tanulom meg. Kérem, osszák meg ezt a videót innen Karcfalváról. Nagyon szép az épület, tökéletes, és mindenkinek, aki ezen dolgozott az elmúlt években, csak a jótól kívánni, illetve magyar államnak a támogatásáért. Ilyen hála, és hiszem azt, hogy meg fogjuk ezt honorálni mi, Hargita megyei, székelyföldi magyarok. Minden jót, osszák meg a videót!